think that that thing that that man you buy him for the. Miért kell korrigálni a címet? Hát azért, mert maga azt jelenti, hogy úgy gondolta, hogy ő nem volt ideológus. Nem volt teoretikus. Egy Francis Cohennek adott interjújában maga ezt megerősítette. Nem tart, sorolta magát azok közé a gondolkodók közé, akik összefüggett, mert szerben gondolták volna végig a saját feladataikat, illetve hozzájárult volna a teória gazdagodásához. Hogy ez aztán ez mennyire igaz, vagy mennyire nem ezt az előadás rendben ki fogja deríteni, hogy ez az önkész teljesen így elfogadható, vagy ennél egy sokkal jobb a helyzet, vagy sem, remélem ez kiderül. Maga Gramsci, Antonio Gramsci a Bűnfejedelem című kötetében már nagyon korán arról beszélt, hogy a totalitárius rendszerekben az egy párt valójában két funkcióra egyszerűsödik le, a rendőri funkcióra az állam felett és a társadalommal szemben, illetve a kulturális funkcióra. Hogyha így nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az egypárt rendszerű országunkban a politikai viták két fő formája volt, ha visszaemlékezünk, és itt a konferencia egyik szakaszában is kiderült, hogy visszaemlékezhetünk, hiszen például Réva József 1949-es vitája nem csak a saját nevében hangzott egyébként, mert most nem mondanám a Menindának, hanem az egész párt vonalvezetésének a visszavétele volt a névfontos politika, a népi demokratikus politikából a proletárdiktatúra felé. Azt a fordulatot az egész párt végrehajtotta, és a libanyag kellett megideolizálnia. Tehát én nem nevezném divergenciának, hogy ezzel a vita közelében vágjunk, de értem, hogy fontos észrevétel. Tehát a párton belüli viták általában ideológikus formát öltöttek. A párt és a külső szeretők között viták, ez egy kulturális forma ebben az időszakban, és ha innen nézzük, akkor már nyilvánvalóan más kép alakult ki a célgyögyről, hiszen a politikai viták kedves közepében volt, sőt, a politikai viták jelentős részét őnek kellett lebonyolítania a lehetséges ellenzékkel szemben, egy olyan rendszerről beszélünk, ahol közismerten a kultúrának viszonylagosan nagy szabadsága volt a többi szféránál, és ahol a művészet de három, úgymond akarva, nem akarva egyfajta ellenzékiség szerepe, ami mindig magában hozta a konfrontációt. De ahhoz, hogy azért, hogy tevékenységét az ideológiával összefüggésben helyesen tudjuk értékelni, mégis fel kell tenni az alapkérdéseket. Ezek közül szerintem a legfontosabb az, hogy volt-e magyar modell, volt-e magyar szocializmus, és volt-e magyar ideológia. Mert volt, akkor más megítélje alatt esik, aki ennek a formálásában részt vett. Minden esetre 1957 végén, 1956 után egy évvel Moszkvába jutott a világ kommunista vezetőinek gyakorlatilag összessége, és ott megalkották a szocializmus általános törvényszerűségéről és nemzeti kormányzatáról szóló doktrinát, amelyben lényegében a szovjet rendszer minősült a szocializmus általános törvényszerűségeinek, társadalmi tulajdon többsége, a munkásosztály vezető szerepe, a párt vezető szerepe, a szövetségi politika, a parasztsága és más társadalmi csoportok, például a tervgazdaság szemben a piacgazdasággal. Ezeket voltak az általános törvényszerűségek. Ugyanakkor voltak a nemzeti sajátosságok is, amelyek kezdetben alapvetően az eltérő történelmi hátteret jelentették valójában, ha meg akarjuk fejteni, mi volt ennek a fogalomnak a tartalma, akkor, amikor megalkották, akkor erre érdemes először gondolni. Tehát, hogy minden ország más történelmi körülmények között, még az, hogyha külső hatásra lett, hogy szocializmus, ahol lett, más körülmények között érkezett el egy ponthoz, és ezért ebből sok minden következett a politikára, illetve más geopolitikai, földrajzi, gazdasági adottságai voltak, ezt értették első hullámban nemzeti sajátosságokkal. Majd utána következett a szövetségi politika eltérő formái,
kerültek emelni ugyanebben a kategóriába. Egy pártrendszerben, vagy formálisan van több pártrendszer, és így tovább. Minden esetre azt kell kimondanunk, hogy ez a doktrina lehetővé tette az egyes országok, a kisebb országok pártelitjének, szellemi elitjének a egyfajta divergációt a szovjet struktúráktól, lehetővé tette bizonyos egyéni megoldások keresését, ha tetszik a korlátozott szuverenitás, akkor még nem létező elméletének a gyakorlása. A mi volt a magyar nemzeti sajátosság, mi volt a specialitás 1956 után alapvetően? Ez a specialitás az 1956 volt, és ez a második akarva akaratlan vita megjegyzése az 53 vagy 56-os kezdéshez. 1956-nak akkora volt a jelentősége, amelyet nem lehetett alábecsülni, hiszen maga az 57-es kommunista világtalálkozó is ennek a jegyében szerveződött. Az újralegitimálás, az újjászervezése, a desztalinizáció jegyében az 56-os megrázkodtatás után a kommunista ideológiának, amire sor került alapvetően. De létrehozott a Magyar Szocialista Munkáspárt számára egy érdekes helyzetet, ez az 1956-os nemzeti sajátosság. Mégpedig ezt úgy nevezni, hogy az MSZMP-nek végigmutatnia kellett a hűségét az általános törvényszerűségek irányában, és ugyanakkor a többi pártnak meg kéten kellett, tűnnie kellett, mikor hogy, mikor mekkora mértékben és milyen módon, az MSZMP elhajlásait az általános törvényszerűségektől. Ez a dialektika a végig húzódik az 1956-ben. De ha mégsem, mi akarunk megközelíteni, hanem egy kicsit másképpen, akkor mégis javadjuk meg, hogy ennek a magyar szocializmusnak, ha tetszik, a kádárizmusnak, ha tetszik, a magyar modellnek, mik voltak a sajátosságai, amelyek részben elválaszthatatlanak 1956-tól, de alapvetően elválaszthatatlanak a meghatározó figurok világ és politika szemléletétől, akinek a szellemi képességeinél jó vagyok, olyan vagyok, mint a Melinda például. Tehát az van, hogy egészen kivételes autodidakta emberről beszélünk, akinek a képességei messze meghaladták a szokásosat. Mindenkinek tudom ajánlani a figyelmi, a Kodály Zoltánnal folytatott levelezését, amit nem másik helyettel nem ő maga. Hogyha valaki kétem benne, az ügyben most a videóban kételekről nem beszélünk. Tehát az első jelentős fordulat, amit a magyar modell az a jövő és a jelenlét közötti. Nem az egyen. Egy percet kérek ezért. Csak kettőt. Tehát az első sajátosság, ami a magyar gyakorlatban lényegesen átalakult, ez nem idegen a püspöki gondolkodástól az első szinten. Ez a jövő és a jelenlét folyamának a lényeges felülvizsgálata, vagyis, hogy mindent alá kell mindenre jövődni. Jövőnek és mindennek kell terminálni. Nap kell lenni ebből a szempontból, és ezt szerinti felhalmozási politikát költeni, gazdaságpolitikát és válságpolitikát. Vagyis a modernizációs funkciója az a proletári diktatúrának, vagy a kádári diktatúrának, az csak az egy visszafogott funkció lett ennek következtében, de nem csak azért fontos, hanem ennek a dolognak a jövőtől való óvatos elhatárolódásnak. Van egy sokkal fontosabb eseménye, amit én forduló pontnak tartok a magyar modell és a kádárizmus történetben, ez pedig 1961 vége, amikor Isten az SZKP meghirdette a kommunizmus építését, a jövő történelmi közelségbe hozását, amiről Kádár János vezetése az MSZP lehagyja magát 1961-től, és nem hajlandó erre az útra lépni, nem elhatárolódik Kádár Jánosok, tudnék ebből idézni. Ez az időszakhoz fűződik a legfontosabb szlogenje, amit mindig szoktak emlegetni, az a kinincs ellenünk, amit van. De mi van egy, a mi szempontunkból, ideológiai szempontból legalább egy ilyen fontos tételem, tudanakban a beszédben mondott el először, mégpedig az, hogy a szocializmus nem azért van, hogy a segítségére kísérleteket hajtsunk, hogy de a társadalom, hanem azért, hogy a társadalom élete jobban legyen. Ezzel tudom röviden alattam a főtétel. A második főtételem a magyar modellre az az antinacionalista nemzetépítési politika, ami egy magyar sajátosság. Magyarországnak 1956 után a legitimitását alapvetően befolyásolta az, hogy internacionalista, a szocialista táboron belül és a szovjetek felé. Ugyanakkor azonban mégiscsak megpróbáltak egy nemzetépítési politikát
kihajtani, nevezzük ezt egyszerűen kulturális forradalomnak, ahol a társadalmi nagy csoportjainak beemelése a kulturális és politikai nemzetbe, a maga minden politikai nemzetbe a párton keresztül, ez ellentmondásos, hiszen nem járjuk itt a szabadsággal, a kulturális nemzetbe a kulturális forradalom segítségével. Ez a nemzetpolitika, ez a nacionalista nemzetpolitika azonban nem tudta a határozói magyarságot integrálni ebben a dologban. A harmadik eleme az a szövetségi politika a magyar modellnek, amit én egy olyan aspektusát akarnám csak emlegetni, ahol a másik nem volt, ez pedig a párt és állam szétválasztására való törekvés. Vagyis az, hogy a magyar modellnek az a sajátossága szerintem, hogy van után, hogy nem pártállam van, hanem állampárt, de az nem szinonimája a pártállam. Aki ezzel vitatkozni akar, hogy kérem kerülni, akkor úgy beszélhetek. A következő elem ez a reform. Azt nagyon fontosnak tartanám, hogy nem csak a 68-as reformot emelném ide, hanem sokféle reformot, például tudományképzésbe is ide tartozik és sok minden. De a legfontosabb maga a folyamat, hogy 1950 után a válsághelyzetekre a magyar vezetés nem általában nem a keményítési politikára válaszolt, nem azt jelenti, hogy nem voltak keményítési intézkedések és megtalálások, különösen az értelmiség bizonyos csoportjai felé, és leginkább az ideológiát képző értelmiség felé. De azért mégiscsak kisebb botladászások és utána általában mégis egy reformutat próbál kiállni ez a fajta vezetés. A következő elemet nem szoktak emlegetni, pedig alapvetően fontosnak tartom a magyar modell szempontjából, ez a csoport érdek beiktatása. Tehát szemben az általános érdek és az egyénes érdek, a személyes érdek és a társadalmi érdek korábbi modelljével a magyar reform a vállalatok valóságos közösségnek, illetve a szövetkezet valóságos közösségnek tételezte, és ezt szerint próbálta integrálni a rendszerben. Mi volt ennek a nagy ideológiai melónak a nagy ellentmondása? Azt, hogy mindazt, ami a magyar modell puszta, azt nem lehetett nyíltan képviselni az adott szituációban, vagy meg kell próbálni általánossá tenni, ezt különösen gondoljuk a gazdasági reformát, a szocialista közösség és a szovjetunió nem fogadta el, vagy pedig meg kellett próbálni mindenképpen betűzkolni a nemzeti sajátosságok kategóriájába, tehát nem lehetett modellként propagálni, aminek nyilvánvalóan az volt a következménye, de rendszer úgymond önként lemondott az egyik legfontosabb legitimációs forrására. Hát milyen ideológia az, ami önmagát korlátozza ebből a szempontból, tehát nem volt meg arra gondolata, el kell titkolnia a sajátosságait ahhoz, hogy megcsinálja. Szerintem ebből következett az, hogy amúgy a Kádár szemben mindig egy pragmatikus vezető volt. És hát itt kell kiemelkedni, hogy ez itt kiadja együtt szerintem azt, amit kádárizmusnak nevezünk. És itt szeretném Lukács Györgyöt segítségre hívni, aki Acél Györgyel folytatott egy beszélgetésében azt mondta, hogy 1953 után két olyan politikusa van a kommunista mozgalomnak, amely nem teoretikus, de teoretikus égkétű praxist folytat, mondta Lukács Acélnak, ez pedig Tóri Áté és Kádár János. Hát ez az a keret, amihez képest Acél György megjelenik szerintem a színen, és ugye azt kell vizsgálnunk, és erre már történt az eddigi előadásokban is kísérlet, hogy mit tett ő ehhez hozzá, és tette egyáltalán ez. Acél György a politikusi minőségében egy ideig formálisan is komoly szerepet játszott a magyar ideológiában. 1968-ban, 69-ben, 73-ban és 83-ban lényegében ő határozta meg az ideológiai tanácskozások napi rendjét, és ő volt a főszónok, vagy ha nem a főszónok, de mindenképpen a leginkább számon tartott szónok, és több politikai akadémiai előadás, aki tudja a szemeszemvédi tudjáját, és emlékszik, azt tudja, hogy a politikai akadémián tartott előadások voltak azok, amelyek úgymond kanonizálták az adott korszakban ebben, tehát komoly szerepe volt Acél Györgynek, és a művelődés politikai tézisekkel indult ez a szerep kétségtelenül, hogy aztán megszakadt egy kicsit, de aztán utána 68-tól 73-ig, és aztán a 80-as években egy újra felerősödött. Nem tartom a magyar sajátosságnak önmagában a 3T-t. Azt mondom, hogy minden szociális tanulságban a politikai praxisban volt, és ez a 3 kategória akár megfogalmazták, hogy akár nem,
ez egy gyakorlat volt, nem volt egyetlen egy olyan kultúrképük, amely a legszektárnás és annyira hülye, hogy ne tegyen engedményeket, mindenkit is neveldenek neki preferenciát. A kérdés az arányokon és a módszereken van, és ez viszont tényleg nagyon sajátosság. Mit tartok acélgyőzőhöz köthető sajátosságnak még? Ide sorolom a magyar múltnak és a szocialista jelenek a törekvéseket. Az acél korszakában történt meg a magyar történelmi kultúrális örökség és szellemi örökség rehabilitációja szemben a jugai korszakkal, mikor nem is teljes rehabilitáció volt, de mindeset azok az értékek, amelyeket a magyar nemzeti kultúra előállította, az mindenképpen. 1968-ban Acél György az Írószövetséggel összhangban tartott ideológiai beszélésen kijelentette, hogy a határnak túli magyar kultúra, a magyar egyetemes magyar kultúra része. Ez egy ilyen csak fontos eleme volt a nemzeti politikában. Ezt önkritikaként is mondom, mert ezt a szöveget én idáig nem vettem észre, hogy olvastam, ezt én 74-hez kötöttem a kultúrpolitikai közösség állásfoglalásához, de ez a konferenciának köszönhetően ezt a hibát most itt nyilvánosan tudom korrigálni. És még ennél is tovább ment, mert kijelentette, hogy a nemzeti-nemzetiségi kérdés az a szocializmus építésének általános törvényszerűségé közé tartozik. Ez az NSZMP 11. kongresszusában hivatalos álláspontá is vált, amely nemzetpolitikának minden csak nagyon-nagyon fontos része. Nagyon sajátos hozzájárulása a célnak a demokratizálási folyamatban való ellentmondása szerepe. Ő még egy doktrinális tétet fogalmazott meg, ami annak lényeg az volt, hogy a demokratizálásnak a szocializmus kell erősítenie, és nem a polgári demokráciát kell erősíteni a szocializmusra szemben. És ez a kínos végkori pallon próbált egyesülni hosszú ideig. Hozzáköthető valamennyire, hogy a marxizmus nem monopóli a helyzetben, hanem hegemon a helyzetben. Zárul szeretném elmondani, hogy ez a marxizmusra csak a 60-as évek igaz, a magyar marxizmusra is, tehát ez a valóságnak egy nem beírása volt a részéről. Történészként nem tudom alátámasztani, hogy a marxizmus a magyar szellemi életben a 60-as évekhez képest máskor tudnak hegemonyázőben tudatlanul menni. Még egy teoretikus értékű megfogalmazás mindenképpen fel kell ügyezni Acél Györgytől, azt mondta, valószínűleg a szociológusokkal együttműködő szociológusok hatására, és hogyha az egyenlőtlenségeket úgy tettük föl, mint egyenlőségeket, akkor valójában mire termeljük az egyenlőtlenségeket. Ez a szöveg, amit megtaláltam, ami azt mutatja, hogy képes volt használni a tudományos gondolkodás előnyét a saját működésében, miközben persze tudott kemény is lenni. Ebből a szempontból tehát azt gondolom, hogy Acél György része a kádárizmusnak, az egyik legfontosabb propagátor és ideológiája. Három interjú kötete van, igaz, hogy mind a három francia kommunista újságírókkal, akik azért nyilvánvalóan nem tévesztek akármi. Egyetlen egy más vezetőről nem tudok, aki kiállt volna a francia köztársasági párt főtitkárával, nyilvános tévéditára 1974-ben, és nem ő mondta le. Tehát ő volt az, aki vitaképes figura volt benne az időszakban. Ezt a teljesítményt így együtt szerintem nem lehet nem értékelni minden problémájában. Hogy értékelnék akkor ezt az acéli kultúrpolitikát, az acéli hozzájárulást, az ideológiához, a magyar modell, hogy nemzeti szempontból. Egyrészt, tehát nemzeti történelmi szempontból. Azt kell mondani, saját kutatásaim alapján, hogy a magyar értelmiségnek, alapvetően a magyar alkotó értelmiségnek se előtte, se azóta hasonló befolyása a magyar politikára és a magyar társadalomra nem volt, mint ebben az időszakban. Ez egy tény megállapítás, ez nem egy értékítélet. Se előtte, se utána ehhez hasonló fejlős nem volt. Miért? Azért, mert nyilvánvalóan az értelmiség és a kultúra az előben mutatott alapján kiemelt politikai jelentőségű volt, illetőleg az állam azért mégiscsak alapvetően támogatta a kultúra fejlesztését, az Orsó könyvtár az csak egy példájának 100 000, és a magas kultúrában is rengeteg mindent támogatott, vagy tűnt el, és tiltott is persze, de az egész teljesítmény mégiscsak az, hogy az értelmiség szerepe kiemelt volt, és messze a létszám alánynál túl, messze a más társadalomban töltött szerepén túl értelmezhető. Ez összekötődik egy másik tétellel a nemzeti szempontból,
hogy én úgy látom, hogy a 60-as évek, ezt már régóta mondom, különböző konferenciákban, egy különleges csillagzat a 20. századi magyar történelemben, kulturális szempontból. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal jobb évtizede nem volt, és nem nehéz ezt másképpen elképzelni. Nem, egyszerűen nem az a célbőnek köszönhető, hogy ezt szeretném beszélni, de a tény is ehhez. Mert a hatalom ebben az időszakban érezte magát hegemon pozícióban, és volt hegemoniája. Ekkor elviselte a kritikát jobban, mint korábban, és jobban, mint később. És miután a kulturális megjelenés korlátozta, de mégis csak teret adott a működésnek, és a korlátozásnak a művészített produkcióra tetszik, nem tetszik, egy pozitív hatása volt. A 60-as években, erről már beszéltem, a nemzetpolitika sikereket tudott fölmutatni. Ez azonban még egyetlen 80-as években. Vilt Péternek megjelent egy minden emlékem, hogy megpróbálja a termék oldaláról végigvizsgálni ezt az időszakot és rehabilitálni, ha jól értem, a Kádár korszakat, illetve tehetett az a szép barna tűnkben, amit írt át. Tessék? Melyiket? Mostani, ami a 50, nem, az 57 és 80 közötti időszaki emlékezik. Ha nem tudsz róla, azonban, ahogy az ideológia elveszítette a hegemon szerepét, a 80-as években, ahogy a rendszer elveszítette a sejtőt, ahogy jött egy új értelmiségi generáció, egyetértek az előző előadásban elhangzottakkal, úgy az új nemzedékkel az a szóértés, amit korábban lehetett, már nem ment, fölbomlott ez a fajta szövetség, azok a politikai módszerek, amelyek a céltől sikeresen alkalmazott 25 éven át, az utolsó 10 évben már nem tudtak működni, ahogy működhettek volna. Az új értelmiség már nem szövetséget akart, hanem autonómiát és középosztályi státuszt. Ezt nem csak gazdaságilag értem. És még utolsó kérdés az úgy szólna, hogy örökség vagy tanulságot a célgyőr kapcsán. Örökséget adott, amit valamilyen módon lehet folytatni, hogy tanulság legyen a tanulság. Erre az én válaszom, ez nyilvánvalóan ez már nemzeti, idegen nemzeti szempontból beszéltem, most beszélni inkább a baloldal szemszögéből, mint jelentően. Azban azért Győrnek volt egy tétele, viszont csak a szocializmus képes az emberiség problémáinak megoldására. Gondolkozunk el, hogy ez a tétel még mindig nem egy eredeti felfedezés, de ezt ő mégis mindig elmondta. Ez aztán még úgy látom, hogy a kapitalizmus volt képes ebben az időszakban megoldani a saját maga által tehetett problémákat, illetve legalábbis kezelhető formában tartani. De ettől még ez mégiscsak egy kérdés, hogy az alternatíva fenntartásával mit kezdünk. Mit kezdünk ebből a szempontból az állam szocializmussal, egyszerűen csak káros utópiát tartjuk el a sem. Azt gondolnám, hogy rendben az én elállásomból az derül ki, hogy én nem tartom káros utópiának. És remélem az is kiderül, hogy ha akármilyen utópia volt, annál csak egyetlen egy nagyobb utópia van, hogy ami ma van, az örökké lesz. És ebből következően igenis meg kell próbálni alternatívákat felállítani, ami nem azt jelenti, hogy visszafelé megyünk a dologban, de azt tekintjük örökségnek, hogy igenis volt egy társadalom, ami nem egyszerűen, volt egy politikai egyetlen nem egyszerűen, de mégiscsak az amúgy lévőket akarta emancipálni azoktól a viszonyokból, hatalmi gazdasági viszonyokból, amelyekben korábban értek. Ezt nem sikerült neki még rajta, de legalább megpróbálta. Ez egy olyan örökség, amire a baloldali tradíciók szerintem igenis tovább érhet, és végül utolsó mondatom az lenne, ebből a szempontból, hogy örökség a tanulság, hogy azért az 1980-as évek útkeresése Magyarországon, hogy ez nem tudhatta ki magát, ez nem pusztán a magyar modell belső problémája, hanem a külső gazdasági viszonyok és a külső hatalmi nemzetközi viszonyok megváltozása. Tehát azok az reformlépések, amik 84 és 83 és 88 között Magyarországon kidolgozásra kerültek és megpróbáltak egyfajta nehéz utat járni a hegemon hatalom gyakorlása helyen, a vegyes gazdaság és a demokrácia ösvényén, azok szerintem egy új kapitalizmus meghatalmazási kísérlet szempontjából mindenképpen tanulságosak lehetnek. Köszönöm szépen!